Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2018. március 1-én este 7:30-kor. Összevonják a parkgondozó és a vagyonhasznosító Kft-t. 20 millió forintot is megspórolhat a város. Még három magyar fiatalra van szükség. Testvérvárosunkban vár önkénteseket az Erdélyi Ifjúsági Egyesület. Érdemes odafigyelni, a vízórákban is kárt tehetnek a nagy minuszok. Képviselőtestületünk legutóbbi ülésén döntött arról, hogy a város két utolsó cégét egyesíti. A parkgondozó és a vagyonhasznosító Kft. Összevonásával közel 20 millió forintot takaríthat meg a város. A legutóbbi képviselőtestületi ülésen tárgyalták a városatyák Kalocsa két Kft.-jének kérdését. Már többször felmerült, hogy összeolvasztásukkal jelentős költség takarítható meg, ennek vizsgálatára most került sor. A 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft., illetve a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. Működésének elemzése során számos párhuzamos tevékenységre világítottak rá. Az elkészített kimutatás alapján összevonható a Vagyon Kft. Üzemeltetési feladata és a Parkgondozó Kft. Központi műhelye, ebbtelepe, valamint növényi és zöld terület kezelése is. Továbbá a Parkgondozó Kft. Temetkezési részlege a Vagyon Kft. Vagyongazdálkodási ágazatába beolvasztható. Személyi kérdéseket rendeznie kell a két cégnek az összeolvadás folyamán. Most a folyamat elindításáról van szó, ennek vannak jogi lépései, az egyesülési vagy beolvadási tervezeteket el kell készíteni, ennek határidői vannak, ezeket most kezdjük meg, és igazából a mérlegek elkészítése után indul, nem mérlegbeszámolók elkészítése után indul meg, annál is inkább, mert tudjuk, hogy az egyik cégünknél valószínű, hogy jelentős nyereség történik, még a másiknál nulla szintű, illetve veszteség van. Hiszen a Vagyon Kft. Nyereséggel, míg a parkgondozón veszteséggel működik. Egyesítésük által a két cég irányítását összevonva, valamint a párhuzamos tevékenységek és keresztbe számlázások megszüntetésével éves szinten akár 15-20 millió forintot is megtakaríthat a város. Az összeolvasztás során természetesen figyelnek a dolgozókra. Az átszervezés során, amit az anyag is tartalmaz, hogy aki nyugdíjba megy, vagy meghatározott idei szerződése van, annak figyelembevételével, illetve aki nem, ott segíteni kell, illetve meg kell oldanunk a problémákat. Tehát ez nem lesz elfelejtve, ez erkölcsi kötelességünk is, hogy ezzel foglalkozzunk. A képviselő testület támogatta a két Kft. Összeolvasztását, így megkezdődhetnek az előkészítő munkálatok az egyesülés ügyében. Testvérvárosunkban Székelykeresztúra az Erdélyi Ifjúsági Egyesület önkéntes munkára keres kalandvágyó fiatalokat. Ezt a felhívást tette közzé oldalán Bolvári Ferdinánd, a Kagesz Egyesületi elnöke. A meghirdetett projekt 6 hónapig tart, melyhez teljes ellátás és költőpénz is biztosítva van. 17 és 30 év közötti fiatalok jelentkezését várják, akik motiváltak egy kisvárosban segítkezni egy közösség fejlesztésében. Az Erdélyi Ifjúsági Egyesület projektjéről van szó, mely több tevékenységben is hirdet önkéntesi tevékenységet több ország fiataljai számára. Bolvári Ferdinánd, a Kagesz Egyesületi elnöke közösségi oldalán tett közzé erről egy felhívást, erről számolt be televíziónknak. Február 10-én Katus Attila képviselőtársammal képviseltük Kalocsát kint a Székelykeresztúri Disznótoros Fesztiválon. A mi feladatunk Attilával az volt, hogy ha valaki a kalocsai sátorhoz odajön, akkor mi vendégül lássuk, beszélgessünk, és próbáljuk meg a városunkat egy kicsit népszerűsíteni. Így találkoztam pár fiatallal, akik nagyon szimpatikusak voltak úgy elsőre, és a beszélgetés során kiderült, hogy egy egyesületnek a vezetői. Mivel én is egyesületi vezető is vagyok itt Kalocsán, ez meg volt a közös téma, elkezdtünk beszélgetni, és elmondták, hogy ők az Erdélyi Ifjúsági Egyesület. Kiknek székhelye testvérvárosunkban, Székelykeresztúron van, és azt a feladatot tűzték ki célul, hogy erdélyi fiatalokat eljutatnak a világ sok pontjára, és a világ sok pontjáról eljutatnak fiatalokat Erdélybe. Mindezt az önkéntesség jegyében. Ez egy nagy lehetőség. Fizetik az embernek a szállását, biztosítanak munkát, költőpénzt adnak, és meg lehet ismerni egy más országnak a kultúráját, be lehet járni, lehet turistáskodni, tehát tudom, hogy van ebbe potenciál. Az egyesület elnöke, Fodor Mózes, azt mondta, hogy nagyon szeretne a
mi egyesületünkkel, a Kagesszal majd egy megállapodást kötni. Így Bolvári Ferdinánd már egy megkívást is tett irányukba, mely május 1-jére szól. Az önkénteskedés a közeljövőben, március-áprilisi hónapban indulna el, és egészen 6 hónapot ölelne át. Most március-áprilisban indulna egy 6 hónapos olyan lehetőségük, Európai Uniós pályázaton nyerték, amelyben még 3 magyarnak tudnának lehetőséget adni arra, hogy kint tartózkodjon Székelykeresztúron. És én a közösségi oldalamon megosztottam ezt, és próbálom népszerűsíteni ezt a lehetőséget a kalocsai és környéki fiatalok körében. Rengeteg tevékenységben részt vehetnek ezek a fiatalok, kezdve a rádiózástól az óvodai vagy akár csillagászati klubi tevékenységeken át, egészen a hírportáli feladatok ellátásáig. A jelentkezéshez egy önéletrajzot és egy motivációs levelet szükséges csupán megküldeni az office.ata@gmail.com e-mail címre, valamint az Erdélyi Ifjúsági Egyesület honlapján található kérdőívet kell kitölteni. A további részletekért szintén érdemes felkeresni a weboldalt. Az éjjeli mínuszok bizony komoly kárt tehetnek vízóráinkban. Innen át odafigyelni, és ha lehet megelőzni annak megfagyását. Szigeti Attila, a Kiskun Víz Kft. Műszaki vezetője árult el részletesebb információkat és tudnivalókat ezzel kapcsolatban. A legnagyobb veszélynek azok a vízórák vannak kitéve, melyek olyan ingatlannál találhatóak, amelyek lakatlanok és nincsen bennük vízáramlás. Tehát nincs olyan fűtés, kvázi fűtés, mint amikor áramlik benne a víz, mert a víz az legrosszabb esetben is most is 12,3 Celsius fokos a csapvíz. Hogyha ott van áramlás, akkor az nem fagy meg, meg az áramló víz az nem fagy meg olyan könnyen, mint az álló víz. Ez fizika. Azok a helyek, ahol túl kicsi a vízfogyasztás, hogy egyáltalán nincsen, és nincs lezárva a vízóra, gondolok itt üdülőkre, olyan lakatlan házakra, amelyek nem lak senki, ez a leggyakoribb a vízóra elfagyás. Azonban előfordul olyan vízóráknál is az elfagyás, ahol az akna nincs jól megépítve, vagy esetleg nincs rajta a fedél. Felhívom a kedves fogyasztóknak a figyelmét, hogy nézzék meg a vízórájukat, a fedő jó van-e rajta, nem csúszott el, és ha úgy tapasztalják, hogy minden jó, akkor is egy használaton kívüli rossz kidobásra szánt nagy kabátot dobjanak a vas fedlapra, 2 téglá vagy valamivel súlyozzák le, amelyik nincs hó alatt. Hogyha most elég nagy hó van, és a vízórák hó alatt vannak, tehát azoknál nincsen semmi teendő, mert a hó az nagyon jó szigetelő, nem fog vele probléma lenni. De amelyeken nincsen, ellapátolták róla a havat, azt védjék be, biztos, ami biztos, ne lehet, hogy nem fagyna el, de ez egy 5 perces munka megéri a fáradtságot. Hiszen ha éjjel elfagy a vízóra, akkor reggel azt tapasztalhatjuk, hogy nem folyik a csapból a víz. Természetesen ilyenkor a legjobb, amit elsőnek tehetünk, hogy felvesszük a kapcsolatot a vízi közmű szolgáltatóval. Először betelefonál a vízműhöz, hogy hát van-e víz, mi azt mondjuk, hogy igen van, akkor meg kell nézni a vízórát, kiveszik az aknát, és ilyen rózsaszerűen szokott kinyílni a fagyott vízóra, tehát szétfagy az üvege neki, a víz fölnyomódik, és mind a rózsa úgy kinyílik ez a vízóra, vízmérő, bocsánat, és utána ezt ki kell cserélni, ennek díja van, amit a pénztárban először be kell fizetni, és utána a vízmű kimegy és kicseréli a vízórákat. A tavalyi évben nagyjából 950 ilyen eset volt a területünkön, az idei évben azonban szinte egy sem. Egyelőre nincsen, 2 vízóra fagyott el, annak mondjuk más oka volt. A fagyások azok majd ma éjszaka fognak, azt hiszem, bekövetkezni, de nem biztos, hogy nincsenek fagyások, mert ilyenkor ezt nem tudni, hogy vannak, mert olyan házakban, amit nem laknak, az nem derül ki, hogy nincs víz, mert nem hiányzik senkinek, az akkor derül ki, hogyha ki óvad jövő héten, és folyik az aknából ki a víz, akkor fogják észlelni a szomszédok, vagy aki arra jár, hogy itt valami probléma van. Sohajda Krisztián, a Jobbik Magyarországért mozgalom országgyűlési képviselőjelöltje, és Kepli Lajos, a párt országgyűlési képviselője, sajtótájékoztatót tartott Kalocsán, melynek témája Paks 2, Bács-Kiskun megye is profitálhat belőle. Szerda délután Sohajda Krisztián és Kepli Lajos tartott közös sajtótájékoztatót Kalocsán, melynek központi témája a Paks 2-es beruházás volt. A választókerület képviselőjelöltje a projekttel kapcsolatban kihangsúlyozta, hogy a beruházás az érintett térséget megfelelő politikai akarattal fejlődő pályára tudja állítani. A paksi erőmű építés 35 kilométeres körzetét kiemelt gazdasági térséggé
övezetté szeretnénk nyilvánítani. Az itt legalább 3 éve működő vállalkozásokat különféle gazdasági kedvezmények illetnék meg, munkahelyteremtéshez, telephelyvásárláshoz, telephelybővítéshez, gyártókapacitás növeléshez, a visszanemtérítendő támogatástól a kedvezményes hitelig, többféle formában. A területen több kiemelt egészségügyi fejlesztést is el kellene indítani a Jobbik politikusai szerint. A Kalocsai Kórház önálló státuszának visszaállítását kezdeményezzük. Ugye tudjuk, hogy ne úgy, mint ahogy a Kecskeméti Kórház fiók telep helyeként működik jelen pillanatban a kórház. Szeretnénk, hogyha önálló lenne, hiszen több pályázati forrás is ezáltal megakadt Kecskeméten, és így nagyon rossz helyzetbe kerül a Kalocsai Kórház, nagyon-nagyon kevés forráshoz jut, ami látszik a gépparkban, az eszközökben, és a dolgozóknak a fizetésén, az orvoshiányon is ez mutatkozik meg. A párt a tervezett Dunahíd megépítése mellett fontosnak tartja a mellékúthálózat és a vasútvonalak fejlesztését is. Ugye tudjuk, hogy Dunapatajon sajnos véget ér a vasút, nem ér be Kalocsáig, a kiskörös Kalocsa vasútvonalon pedig csak teherforgalom mozog. Itt is kezdeményezzük annak a vizsgálatát, hogy hogyan lehetne a személyi forgalmat is elindítani ezen szakaszon. Kepli Lajos az elmondottakhoz hozzátette, hogy mindamellett, hogy a Jobbik támogatja az új atomerőművű blokkok létesítését, természetesen keresi az alternatív megoldásokat is a jövő energiatermelésére vonatkozóan. Köztudott, hogy télen nem minden madarunk vonul melegebb földrészre. Etetésük fontos, hiszen az egybefüggő hótakaró miatt nehezen jutnak élelemhez. A hazánkban telelő madarak etetése fontos, hiszen az összefüggő hótakaró miatt nem találnak maguknak élelmet. Ezzel az apró kis figyelmességgel meg annyi életet lehet megmenteni. Kell nekik a kalória. Na most a rovarokban nincs elég zsír, inkább fehérjékből állnak, tehát valamilyen módon a testhőmérsékletet biztosítani kell, és ez az olajtartalmú vagy zsírtartalmú magok és egyebek kellenek. De vannak olyan vidékek, ahol a vadászok kirakják a lenyúzott bőröket, és annak a belsején a húst leszedegetik, letisztítják, és így fent tudják tartani a állandó testhőfokukat. A legelterjedtebb a napraforgó és a tökmag, ugyanis magas az olajtartalmuk. A rovarevő madaraknak nagyon jó a szalonna. A madáretetőbe nem szabad sós vagy cukrozott élelmet rakni. Nagyon fontos, ha elkezdtük az etetést, nem szabad abba hagyni, ugyanis a könnyű táplálék forrásának megvonása a hideg éjszakákon a madarak pusztulásához is vezethet. A tapasztalat szerint az első keményebb fagyok beálltánál kell elkezdeni az etetést. Ez ugye attól függ, milyen őszt fogunk ki, vagy október-november mondjuk. És addig kell, amíg tartósan jó idő nem lesz, tehát fölenged a fagy, és a fészkelési időszakban semmiképp se. Sőt, kifejezetten káros lehet az etetés például a cinkéknek, mert a fiókáknak, hogyha hordja a napraforgó magot, mint könnyen elérhető eleséget, azok elpusztulhatnak könnyen. A madáretető állításnál lényeges, hogy örökzöld vagy sűrű fa közelébe helyezzük el, hogy be tudjanak húzódni, és búvóhelyen szolgáljanak számukra. A ragadozók ellen védelmet maga az etető csak akkor gyújt, ha például ez az úgynevezett dúcetető van, ami mögöttünk látható. Állandó veszélyben vannak. A madaraknak ebben a hideg időben nem csak élelemre, hanem vízre is szükségük van. Így aki tud, napközben legalább egyszer langyos vizet rakjon az etető közelébe ki nekik. Csak tiszta forrásból, ezzel a címmel hirdetett országos fotópályázatot a Békés Csabai Lencsési Közösségi Ház és a Márvány Fotóműhely. 126 alkotó, 616 fotóját nézte meg a zsűri. Kalocsaiak is neveztek, több képet beválogattak a kiállításra. Török Tibor, Gróf Józsefről készült képe egy bajai fotós mögött második helyezést ért el. Körülmények az a Gróf Józsefnek, aki ismeri, ezt tudja, hogy milyenek sajnos, hát körülmények adottak voltak. A témát azt már régen kiválasztottam, már több éve is kerestem a Jóskát, hogy szeretnék róla képet csinálni, és most jött össze igazán róla. Középiskolásként találkozott először Török Tibor Gróf Józseffel.
Szinte azóta próbálta rábeszélni arra, hogy egyszer készülhessen róla egy fotó. Amikor Dózsában először volt nálunk ilyen bemutatkozó, ilyen, akkor is ilyen téli verseket mesélt nekünk az iskolában, amikor még a Tamás Laci volt a könyvtáros, és akkor beszélgettem vele, és akkor mondtam, hogy szeretnék róla képet csinálni, de nagyon el volt zárkózva, azt mondja, hogy nem szeretné senkinek. Tulajdonképpen egyszerűnek tűnik a recept egy-egy kép elkészítéséhez, ha portré készül. Csak elég időt kell szánni az emberre. Sokat kell hozzájuk járni, beszélgetni, meg úgymond szerintem együttérzőnek kell lenni. És sokat kell, mint a nyugdíjasoknál, türelmesen hallgatni kell őket, fényképezni egyben nem is szabad. Tehát én voltam, amikor 4-5-ször jártam vissza hozzá, és utána vettem elő a fényképet, hogy na, akkor esetleg fényképet is csinálok. Addig csak mentem hozzá. Gombaszögi Róbert, Nagy Erik és Szabó Gábor egy-egy alkotását, míg Török Tibor egy másik fotóját is beválogatták a kiállítás képei közé. 50 képet láthat majd a közönség. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, híreinket, legközelebb holnap este jelentkezünk. Adásainkat addig is nyomon követhetik weboldalunkon, a kalocsatv.hu. További szép estét, viszontlátásra!